Sziasztok, üdv a csatornán, itt Jössze és az Anya mindenhez is. Sokszor emlegettem már nektek, hogy rendelek dolgokat Temuról, és a Temu azért nem olyan régóta bukkant fel itt nálunk, ez az, ami talán a legfrissebb ilyen jellegű vásárlási lehetőség. Na most én korábban eBay-eztem is, illetve korábban sok mindent rendeltem már AliExpressről is, hiszen ezt is nagyon sokat hallottátok tőlem. Viszont a Temuról mostanában elképesztő mennyiségű hideg-meleg információt lehet hallani, negatívumokat, pozitívumokat, félelmeket, aggodalmakat. Gondoltam, hogy most egy pár dolgot összegyűjtök, jó sok dolgot gyűjtöttem össze, amiket én itt már hónapokkal ezelőttről használok, megrendeltem Temuról, és megosztom veletek a véleményemet, tapasztalataimat ezekkel a termékekkel kapcsolatosan. Na most sokan mondják, hogy félni kell, mert hogy a Temu levonja az ember kártyájáról a pénzt, és hogy szó nélkül ilyen-olyan összegek távoztak már bankszámlákról. Nincsen ilyen jellegű tapasztalatom, nem tudom, hogy ezek a hírek igazak-e. Nekem eddig ilyen szempontból teljesen pozitív tapasztalataim vannak. A Temunál nagyon ijesztő és furcsa dolog az, hogy automatikusan menti az ember bankkártyájának az adatait, és hogy minden egyes vásárlás után ki kell őket törölgetni, hogyha nem szeretnéd, hogy az adataid ott szerepeljenek. Ugye szokták mondani, hogy az interneten, hogyha ezek az adatok egyszer felkerülnek, akkor nem fognak eltűnni onnan soha, nem tudom. Óriási lendülettel robbant be ez a Temu ide Magyarországra is. Látom, hogy Facebook csoportok alakultak, és emberek osztják ott meg a tapasztalataitokat egymással, és valami elképesztő mennyiségű holmit rendelnek össze-vissza onnan. Nagyon sok termék felelhető ott, amiről az ember eddig azt sem tudta, hogy létezik, és hát megrendeli, mert hogy potom összegeket tudnak ajánlani olyan dolgokért, amiről azt gondolnánk, hogy 10-20-szor annyiba kerülnek magyar webshopokon. Na most többek között én az AliExpressen is sok ilyen dolgot vadásztam már le, és a Temuról is nagyon sok mindent rendeltem pár száz forintos összegekért, viszont nagyon kell vele vigyázni, mert látom, hogy sok-sok emberrel nagyon elszalad a ló, és olyan dolgokat is megrendel, amiről korábban azt se gondolta, hogy létezik, tehát hogyha nem hiányzott az életéből, akkor azért valószínűleg nem is nagyon van rá szüksége. Nagyon óvatosnak kell lenni, mert a sok kicsi is sokra megy, és nagyon-nagyon gyorsan össze lehet rakni egy 20-30 ezer forintos csomagot. Lehet, hogy rengeteg holmi lesz benne, csak végig kell azt gondolni, hogy egyáltalán szükségünk van-e ezekre a termékekre, van-e hova rakni őket a házban, és hogy oké, hogy mikor megjön a csomag, baromi izgalmas szétkapni, és a sok apró holmit megcsodálni, és egy-két napig örülni neki, csak hogy utána aztán majd ez is nyűg lesz, ez is zsúfoltabbá teszi az otthonunkat, és idővel rájövünk, hogy ez is csak egy porfogó, egy felesleges csetresz, amihez 2-3 nap után, mikor elmúlik majd az újdonság varázsa, lehet, hogy nem is fogunk hozzányúlni. Amikor felmegyek a Temura vásárolni, így vagyok én egyébként az AliExpress-szel is, mert még a mai napig szoktam használni az AliExpress-t is, akkor mindig akkor megyek föl, amikor konkrét céllal indulok neki, hogy valamit keresek, hogy valamire úgy gondolom, hogy szükségünk lenne, vagy jó lenne. Én is futottam már bele olyan dolgokba, hogy valamit megrendeltem, munkába állítottuk, aztán időben rájöttünk, hogy igazából nem is használjuk ki, annyira nem is volt erre szükség, felesleges. Én ilyenkor aztán megpróbálom a baráti körben, családban körbekérdezni az embereket, hogy szükségük van esetleg rá, vagy eladni használtan, akár itt a környékbeli kis adok-veszek csoportokban, vagy akár a Vintiden, de hála Istennek azt mondhatom, hogy nem sok olyan termékbe futottunk itt bele, akár az AliExpressről, akár a Temuról, amire azt mondtam volna, hogy hát jössze, ez jó nagy hülyeség volt. Tehát összegyűjtöttem most nektek az elmúlt jó pár hónap rendeléseiből pár dolgot, amit mi most már huzamosabb ideje a mindennapjainkban használunk, amiket úgy gondolom, hogy hasznosak, és hogy nagyon nem bánom, hogy megrendeltem őket. Azt is ki fogom nektek ideírni, hogy melyik terméket mennyiért tudtam akkor megvenni, és a linkeket is be fogom tenni nektek a leírásba, minden még elérhető termék linkjét megtaláljátok a leírásban, hát ha esetleg nektek is hasznos lehet egy ilyen holmi otthonra. Nem szaporítom tovább a szót, mert tényleg jó sok cuccot összeszedtem. Lássuk, milyen Temus rendeléseim voltak nekem az elmúlt jó pár hónapban. Tartsatok velem! Három nadrág.
Volt korábban egy három nadrágom, ezenek az a lényege, hogy ugye jobb a szára, és hogy általában lejjebb van az ülepe, mint a normál nadrágoknak. Azt imádtam, még a Józsefvárosi piacon vettem egy török árustól, és szanaszét hordtam. Olyan sokat hordtam, hogy aztán szétment az anyaga, aztán megrendeltem ezeket a temusakat, az anyaguk szerintem kényelmes, a színük nagyon-nagyon tetszik, a feketének és a zöldnek is. Az egyetlen problémám az ülepükkel van, mert úgy gondolom, hogy vagy legyen lejjebb, vagy legyen feljebb, de a lépésnél ez így elég kényelmetlen, és valljuk be azért így külsőre is, elég furcsán néz ki ez az ülepmagasság, úgyhogy szerintem ezen egy kicsit majd alakítani fogok még. Aztán itt van ez a felső, ami nagyon-nagyon megtetszett a temus kép alapján, és aztán valóságban is hozta az elképzeléseimet. Kényelmes, tökéletes a méret számomra, jók a színei, úgyhogy ez egy nagyon pozitív tapasztalat volt a ruhákkal kapcsolatban, pedig azért a ruháktól nagyon féltem. A lábbeliktől pedig még jobban. Most a napokban érkezett meg az új papucsom, és pozitív csalódás volt, mert tökéletesen jó a mérete, pontosan az én méretemet rendeltem, és azt is kaptam, jó rám, és az anyaga is jónak tűnik, egyáltalán nem gagyibb, mint amiket itt kapunk Magyarországon. Nincsenek drága ékszereim, nem is nagyon szeretnék, mert bevallom őszintén, nem tudok rájuk vigyázni, és nagyon sajnálnám őket. Ezért 99%-ban bizsukat szoktam viselni, és ebből nagyon sokat vásároltam már a Temuról. Pár száz forintos tételek voltak egyébként, de ezekkel a darabokkal maximálisan meg vagyok elégedve, hónapok óta használom már őket. Szeretem ezeket a széles karkötőket, lehet, hogy némelyiket már láttátok is rajtam egy-egy videóban. Rendeltem még ide az autóba egy napellenzőt, mert ez a fekete belső, illetve a fekete bőrülések borzasztóan fel tudnak forrósodni. Úgyhogy szerettem volna mindenképpen egy napellenzőt, hogyha bárhová megyünk a nyáron és parkolunk, akkor úgy hagyjuk ott az autót, hogy legalább ennyit takarunk vele. Na most ettől aztán ugyanúgy meleg lesz az autóban. Ezen nem különösebben változtat, viszont ha nem tűzi közvetlenben a nap az ülést, illetve ugye a kormányt, mindent, akkor talán annyira nem forrósodik fel. Ekkor találtam rá erre, nekünk volt az az összehajtogatott is, viszont egy idő után megpuhult el, deformálódott, és már nyeklet-nyaklott nem maradt fönn a szélvédőn. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy hát ha ez majd megoldás lesz rá, most már több alkalommal is használtuk, most már több mint másfél hónapja megvan. Eddig bírja a strapát, igyekszem a gyerekektől távol tartani, mert ugyanúgy, ahogy az esernyőkre erre is veszélyesek, hiszen ez lényegében egy esernyő szisztéma szerint működik. Szépen be lehet tenni a kis tokjába, illetve tépőzárral össze lehet csukni, és akkor igazából ugyanúgy kell kinyitni, ahogy egy esernyőt, ha megtalálom a gombját, csak ilyen szép nagy
téglalap alakú dolog lesz belőle, mint a szélvédőnk, és igazából annyi a lényege, hogy betoljuk a szélvédőhöz, itt meg tud támasztani egy kicsit a nyele, és akkor lehajtjuk rá a napellenzőket, amik aztán a helyén tartják. Ugye a külső fele az fényvisszaverős ezüst színű, így azért valamennyire visszaveri a fényt, és bízom benne, hogy az esernyő szerkezetnek köszönhetően hosszú távon működő képes lesz, nem fog majd összeesni, elgörbülni, és ehhez hasonlók. Eddig működik. A bicajomat is nagyon frankon fel tudtam szerelni a Temuról, például vettem rá egy pici kis lámpát, ami kiválóan teszi a dolgát, egyébként tölthető, kaptam hozzá töltőkábelt is, és többféle funkcióban, erősségben, egyik fénye, másik fénye, közösen, folyamatosan sötétedő, világosodó, villogó módon lehet kapcsolgatni. Most már egy kicsit ütött kopott szegény, mert Dodi folyamatosan lenyúlja a bicajomról és játszik vele. Egy gumival van felrögzítve, egyszerűen csak rá kell lakasztani, állítható a szíja, tehát több vastagságú csőre is passzol, és teszi a dolgát. Tökéletesen meg vagyok vele elégedve. Továbbá van itt még egy telefontartó, ez gumis, tehát többféle típusú telefonra is jó, többféle méretet is bele lehet tenni. Most egy kicsit csempásan sikerült így egy kézzel beletennem, de nagyon szépen tartja a telefont, és akkor lehet rátni rajta mindent, hogyha hosszabb útra megyünk, vagy ilyesmi, akkor biztonságban van a telefon. Lett még egy új hátsó lámpa is a bicajomra, szintén tölthető, de ezt meg kell keresnem, mert a gyermekeim eltüntették róla. Aztán vannak itt még zseblámpák, 3 darab 3S elem megy bele, és nagyon jó erős fénye van, úgyhogy a gyerekek, hogyha sötétedés után kimegyünk, időnként kimegyünk felfedezni, akkor szívesen mászkálnak vele. Itt vannak még továbbá ezek a karkötők, amiket azzal a céllal vettem az ovis kirándulás előtt, hogyha elmegyünk majd együtt az ovis kirándulásra, akkor erre szépen rá tudjuk írni valamelyikünk nevét és telefonszámát, és ha ne adj Isten, úgy alakulna a dolog, hogy valamelyik gyermekünk elkeveredik, akkor így nagyon-nagyon könnyen meg is találhatják, vagy felcsöröghetnek minket, hogy hol van a gyermekünk. Bármi ilyen programra készültök, állatkert, kirándulás, gyerekprogram, gyereknap, búcsú, vagy ilyen tömegrendezvény, ahol elkavarodhat a gyerkőc a tömegben, akkor szerintem ez egy nagyon jó megoldás. Fel lehet csatolni a gyerekek kezére, és akár többször is lehet használni. Elemes ceruza hegyező, rengeteg színes ceruzája van a gyerekeknek, sokat, Abigail is nagyon sokat színez, Bendegúz is nagyon sokat rajzol és színez, sokat mindig kértek, hogy faragjak, mert egyébként nagyon rányomják még a ceruzát a papírra, gyorsan kimegy a ceruzák hegye, és Bendegúz is, illetve Abigail is kapott egy-egy ilyen hegyezőt, ami elemes, és akkor lehet nyitni és zárni, hogy ne adj Isten, nehogy a gyerek belegyúrjon valamit, ami nem odavaló, vagy hogy bele ne dugja az ujját, bár azért ebbe hál' Istennek nem nagyon fér bele. Alulról kell beletenni az elemeket, és akkor amíg bírják, már merül benne egyébként az elem, mert nagyon sokat használják a gyerekek. Oda is kell rá figyelnem, hogy ha lehet, akkor ne etessenek meg vele egy komplett ceruzát. És kihegyezi szépen a cerkákat. Bendegúz és Abigail is jár már úszni, ehhez hasonló deszkákkal tanulják az úszás technikákat, ezért is szereztem nekik egyet itthonra is, szintén Temuról. Valamivel vékonyabbak, mint amiket az úszáson használnak, és ennek köszönhetően nem is tartja azért őket fönt annyira, mint az ott használtak, viszont ugye azért itt a mi medencénk egyáltalán nem olyan mély, tehát így is nagyon ügyesen lavíroznak vele, gyakorolják vele itthon a siklást, illetve kapaszkodnak bele hátúszásnál. Mióta megvan, azóta folyamatosan használatban van, mikor az idő engedi a fürdést.
Kártyatartó dobozok, nem tudom, ti hogy vagytok vele, nálunk a kártyáknak a papír doboza nagyon-nagyon gyorsan tönkre megy, elszakad, a gyerekek próbálják erőszakkal beleszuszakolni a kártyákat, és már reped is ki a kartonpapír. Ezekre nagyon jó megoldás ezek a kis dobozok, mindenféle kártya, ami a normál méretű kártya, az gyönyörűen belefér, látjuk, hogy mi van benne, nagyon jól zár, és így megvannak a lapok, tiszták maradnak. Én általában, ha befőttes gumival kötöttem őket össze, akkor levertük a kártyák sarkát, illetve elkezdtek egy idő után szakadni ott, ahol a gumi szorította őket. Én most már a hullámcsatjaimat is ilyenben tartom. Aztán fogkefetartó, Bendegúznak járt annó a Star Wars-os elektromos fogkeféjéhez doboz, viszont Abigailnek nem, úgyhogy most épp a héten érkezett meg neki a doboz Temuról, amiben tökéletesen belepasszol az elektromos fogkeféje, így ha mondjuk megyünk majd nyaralni, vagy megy a mamáékhoz, akkor tudja vinni magával. Jöjjön még pár praktikus apróság. Ez a kis pici gumis, szilikonos gyűrű lehet, hogy már sok mindenkinek nem újdonság. Igazából azt a célt szolgálja, hogy ha kicsapjuk az ajtót, akkor ne a falon koppanjon a kilincs. Ez most az új hálószobánkban nekünk tökéletesen jól jön. 2 darab volt egy csomagban, és megvédi a falat a lyukadástól. További apró hasznos holmik, ezek cipzár fejek, vagy nem is tudom pontosan mi a becses neve. Nem nagyon járok méteráru vagy rövidáru boltba, lehet, hogy ott is lehet ehhez hasonlót kapni, hogyha letörik a cipzárnak ugye a fogó része, de a kocsi még működőképes, akkor régen nálunk mindig az volt a megoldás, hogy gémkapcsot raktunk rá. Bendegúznak van ilyen hátizsákja, illetve a Bigélnek van most egy ilyen kabátja is, kiválóan használható még a kabát és a táska is, viszont ugye nincs rajta a cipzár feje, úgyhogy nem lehet rendesen megfogni. Ezért kértem ezt a 3 darab cipzárt, úgy működik igazából, mint a karabinerek, hogy megnyomjuk, és akkor rá lehet akasztani. Nagyon erős strapabíró anyagból van, bízom benne, hogy állni fogják a sarat, mert Bendegúz például az edzéses hátizsákját még nagyon sokáig fogja szerintem használni, remélem, hogy az is bírni fogja, így most már akkor a cipzár is javítva lesz rajta. Fiókrendszerező, szintén a Temuról. Nagyon szépen belefért ide az IKEA-s asztalnak a fiókjába. Különbözőképpen lehet őket elrendezni, ez itt egy készlet, és ilyen kis kampók vannak a szélén, ezzel lehet egymáshoz rögzíteni őket, tehát ez így együtt mozog, így aztán különböző méretű és formájú fiókokba is használható, vagy akár más-más fiókokba, kinek hová van rá szüksége. Én itt szépen el tudtam benne rendezni az írószereket, eszközöket, mindent. Van egy ilyen megbeszélés, hát egy ilyen tárgyalásos jegyzett füzetem. Tárgyalásokra, mint olyanra nem járok, viszont a civil szervezetekkel nagyon sokszor járunk megbeszélésekre, és ez nagyon-nagyon megtetszett ez a jegyzett füzet, mert kifejezetten ilyen megbeszélésekre van beosztva, különböző témákat fel lehet beleírni, hogy azzal kapcsolatban mi hangzott el, hogy mikor volt a találkozó, kik találkoztak, mit beszéltek meg, mikor lesz a következő, mik lennének a következő alkalommal megbeszélendő témák, és ehhez rendeltem még ezt a kis gémkapcsot az oldalára, amibe bele lehet dugni a tollat, és akkor az szépen ott is marad. Kicsit áttérünk a konyhai holmikra, itt vannak ezek a szilikon alátétek, amiket a hűtőnek a polcaira lehet betenni. Nekem nem is kellett szabni rajtuk, mert pontosan megfelelő méretűek voltak a polcaimra, és akkor, hogyha bármi kifolyik, kifröccsen, kiborul, akkor nem kell az egész polcot kiszedni. Amit a bevásárlásos videóimban már sokszor láthattatok, azok a tárolódobozaim, amik a tészták, alapvető rizs és ehhez hasonlók tárolására vannak. Itt a szekrényemben szintén Temuról származnak, nagyon jó bírják a strapát, jó minőségűek, nem túl vékonyak, szépen lehet nyitni, csukni a tetejét, pattintós a teteje, jól bírja a mosogatógépet, így be lehet pattintani a tetejét, nagyon jól zár. Maximálisan meg vagyok vele elégedve, most épp a teteje fordítva van rajta, mert ugye elvileg úgy kell berakni a szekrénybe, hogy itt van rajta egy kis fogás, mélyedésekben könnyebb kihúzni a szekrényből és visszatenni,
és én előtte nagyon sokat méricskéltem őket, hogy pont bepasszoljanak ide a polc magasságának megfelelően. Ételfedők. Nagyon sokféle ételfedőm van már. Vannak ugye a normál fedőim. Van például a gumis fóliám, azt igyekszem minél kevesebbet használni, hiszen hulladékot termel, illetve vannak a szilikon fedőim, amiket tányérra, edényekre rá lehet húzni, és akkor nem mennek bele a bogarak, semmi nem kívánatos dolog nem kerül bele. Viszont vannak dolgok, amiket ekkorával nem lehet lefedni, például, hogyha mondjuk grillezünk, vagy szalonnát sütünk kint az udvaron, vagy akár itt bent a konyhában valami a pulton van, és mondjuk várjuk, hogy kihűljön, vagy még mielőtt az asztalra kerül, még más dolgok is készülnek, addig ezekkel nagyon frankon be lehet őket fedni. Nagyon szeretem bennük, hogy ilyen picire össze lehet őket csukni, mint egy esernyőt, és kis helyet foglalnak, ha a tárolásról van szó, viszont hogyha szükség van rájuk, akkor csak meghúzzuk a madzagot a tetején, az beugrik ugye a tetején a helyére, és akkor nagyon jó kis mérete van, akár a gyümölcsös kosarat, akár a süteményt, a tortát, a húsokat, bármit le lehet velük szépen fedni, és akkor a bogarak már nem férnek hozzájuk. Aztán, amikor már nincsen rájuk szükség, akkor egyszerűen visszapattintom őket a lyukba, és mehetnek a helyükre a fiókba. Amihez nagy reményeket fűztem, de sajnos csalódást okozott, azok ezek a csatok. Na most ezeknek a csatoknak elvileg az lenne a funkciója, hogyha felfújunk egy lufit, akkor megcsavarjuk a végét, és egyszerűen rápattintjuk. Na most ez így lufi nélkül nagyon szépen működik. Abban bíztam, hogy ugye a gyerekek születésnapi partijaira, ha készülök, akkor mi nagyon sok lufit fel szoktunk fújni, hát ha meg tudok vele spórolni egy csomó lufit, hulladékot, azzal, hogy egy-egy lufit újra fel tudunk használni, puli után leeresztjük, és egyszerűen felfújjuk a következőre is. Nagyon szuper lett volna, ha ez így működik, de sajnos próbáltuk több módon is egy felfújt lufira rápattintani. Még ha nincs is túl feszesre fújva a lufi, akkor is lepattan róla ez a kis kapocs, nem tartja felfújt állapotban meg a lufit, így sajnos kénytelenek vagyunk a csomózásnál maradni, és így a bulik után, hát kidobni azt a sok-sok lufit. Hogyha tudtok erre más variációt, hogy hogyan lehetne egy latex lufit többször felhasználni, akkor írjátok meg, mert nagyon vevő lennék rá. A gyermekeim imádják a lufikat, de nagyon fájó szívvel eresztem aztán le őket a bulik után. Egy darabig még őrizgetjük őket, aztán hát előbb-utóbb mindegyiknek az lesz a sorsa, hogy vagy leereszt magától, vagy leeresztjük mi. Igen, körmöshöz megyek holnap, tudom, már rendesen kinyírtam őket. Szóval ez az egyetlen olyan rendelésem eddig, ami mondhatni teljes kudarc volt a Temunál. Készen egészben is lehet ehhez hasonló kültéri dekorációt kapni a Temun, ami egy ennél kisebb locsolókanna benne az égősorral, szintén napelemes. Na most nekem, mivel már megvolt hozzá a locsolókannám, ezért gondoltam, hogy akkor ezt fogom majd még felturbozni az égősorral. Megérkezett az égősor, nagyon jó, hosszú, mint látható, többször vissza tudtam hajtani, hogy tényleg hát vízformája legyen. Ott van fönt a kerítés tetején hozzá a kis napelem, nagyon hosszú zsinór van hozzá, messzire ki lehet húzni. Gyönyörűen feltölt napközben, még a borúsabb napokon is, sötétedéskor egyszer csak bekapcsol, mikor már annyira sötétnek érzékeli a fényviszonyokat, és gyönyörűen világít egészen reggelig, nagyon jó erős fénye van, szép hangulatvilágítás lett belőle. Ezek a holmik tehát, amik nekünk így a Temus rendelések során nagyon beváltak. Továbbra is fenntartom, hogy legyetek az ilyen oldalakkal nagyon óvatosak, hogyha egyszer feliratkoztok és belevágtok, akkor ne az legyen, hogy unalmatokban szörfözgettek rajta, mert az ember pénztárcájának bizony nagyon nem tesz jót, és tényleg az lesz a vége, hogy az lehet a vége, hogy aztán egy csomó holmit halmozunk fel, ami lehet, hogy nem is hiányzott az életünkből, és utána már majd csak nyűg lesz, rendben, tisztán, és mindenhogyan tartani. Mi ezeket a holmikat használjuk a mindennapjainkban, és szeretjük őket. Én a Temuval úgy vagyok, hogy hála Istennek mi még nem csalódtunk benne soha. Egyébként, hogyha megkésik a szállítás,
akkor ők egy 1700 forintos kreditet írnak jóvá a számlán az egyenlegen, a temus egyenlegen, amit a következő vásárlásnál levonnak majd a végösszegből. Kétszer is voltam már ilyen helyzetben. Egyszer összesen egy napot késett a csomagom, a következő alkalommal 3 napot késett a csomagom, de, és jóváírták a kreditet, de utána hiánytalanul megérkezett a csomag, és a termékek is rendben voltak, amik benne voltak, a kreditet pedig levásárolhattam a következő alkalommal. Én úgy gondolom, hogy a Temut azért a jövőben is használni fogom, mindig jól átgondoltam. Általában, hogyha pakolok dolgokat a kosaramba, akkor egy napig ott hagyom őket, nem rendelem meg azonnal, és akkor mondjuk egyet alszok rá, vagy várok egy napot, egy nappal később újra ránézek a kosárra, és akkor elkerülöm ezzel az impulzus vásárlást, az unalmamban tekergettem és megtetszett vásárlást. Jól átgondolom akkor ezeket a dolgokat, hogy van helye, tudom, hogy hová fogom rakni, és tudom, hogy az elmúlt időszakban 2-3-4-5-ször jól jött volna ez a holmi, tehát, hogy mondjuk úgy, hogy hiánycikk a háztartásunkban, nem pedig csak egy plusz cucc, aminek majd ki tudja, hogy hol lesz a helye. Van még úton jelenleg csomagom, erre most nagyon sokat várok, mert nem légipostával kértem, hanem szárazföldi szállítással. Ez azt jelenti, hogy 2 hét helyett olyan, hát 1 hónapot, 5 hetet kell várni egy csomagra, viszont ilyenkor mindig felajánlja a Temu, hogy akkor x ezer forinttal olcsóbb, hogyha nem a légipostát választjuk, hanem ráér szárazföldi szállítással is megérkezni. Ami nekünk most még úton van, az 4 darab távcső, a gyerekeknek ilyen kis, kisebb méretű távcsövek, illetve egy talán valamivel nagyobb, mert mostanában nagyon felfedező korukat élik, ezért jöttek például a zseblámpák is, és most volt egy kisméretű távcsövünk, ami sajnos beázott és bepárásodott a lencséje, így nem lehetett már látni vele semmit, viszont hogyha megyünk valahová, akkor nagyon szeretnek az ablakon kifelé kukolni, keresni állatokat, madarakat, jól megnézni őket. Bízom benne, hogy ezek a távcsövek is majd beváltják a hozzáfűzött reményeket. Egy valamivel drágábbat, egy komolyabbat rendeltem még, hogy mennyire komoly az majd kiderül, de egy valamivel drágább felnőtt kategóriát is rendeltem még. Én is hozzá voltam szokva, hogy mindig volt egy távcső az autómban, ez apukámnak volt a szokása, és akkor bárhol láttunk a távolban őzett madarakat, vagy akármi ilyesmit, akkor meg tudtuk őket nézni. Tehát most még a távcsöveket várjuk, kíváncsi leszek majd, hogy hogyan teljesítenek. Nem akarok drága dolgokba investálni a gyerekeimnek, bevallom őszintén, mert még nagyon nem tudnak vigyázni a holmiaikra. Azon vagyok, hogy ezt folyamatosan tanítsam nekik, hogy becsüljük meg, amink van, és nagyon vigyázzunk rá, de hogyha ezeket a pár száz forintos, ezer forintos kis távcsöveket zúzzák le, akkor azért most erre mit mondjak, azért is fáj a szívem, de rosszabb lenne a helyzet, hogyha egy komoly vadász, vagy erdész, vagy hasonló távcső látná ennek kárát. Tanuló távcsöveknek ez most első osztályú lesz. Köszönöm szépen, hogy ezúttal is velem tartottatok, bízom benne, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha van tapasztalatotok a Temuról, akkor legyetek kedvesek és osszátok meg velem, akár pozitív, akár negatív, mert én is kíváncsian várom. Vigyázzatok magatokra, hamarosan újra találkozunk, addig is szép napot nektek, sziasztok!